Sziasztok srácok! Itt Clash of Jomats, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és itt lennék a Clash of vicces pillanatok következő epizódjában, és jó hírem van számotokra, ugyanis Olong Johnson csatornáját nem törölték. És ő is azt írja, hogy finally unbanned, my gay voice reveal, Mother Russia, lalalala, és ezt a videót felrakta. Mindegy, ez a videó igazából csak annyi volt, hogy köszönöm szépen, hogy ennyi embert érdekelt, és hogy végre nem, tehát hogy nem bannolják végül szerencsére, megoldódott a probléma, és a saját hangját hallani igazából, úgyhogy, és nem gondoltam volna, hogy 7-8 ezer embert érdekli az, hogy őt na fogják törölni, de szerencsére ez nem történt meg, úgyhogy happy van, nézhetjük a maradék montázsait, a Clash Royale-osat természetesen. Az előző epizódban néztük meg ezt a csontvázatost, ezt a másik csontvázatost, meg ezt nagyon durva rakítosat, úgyhogy meg fogjuk nézni ezt a minipekkásat, ezt a YOLO tornádósat, vagy mi akar ez lenni, nem tudom, meg ezt a Skeleton Barrel eset, ja nem, ez 10 perces, akkor ez is 10 perces, shit, akkor ezt, na! Na mindegy, szóval szerintem kezdjünk is bele. Bekapcsolva hagytam a livestreamről, és kiírta, hogy valaki bekövet a Twitch-en, de köszi, hogy bekövetni a Twitch-en! És ha még nem követni a Twitch-en, akkor kövess be Twitch-on, tv.zsomac, de bírod a keresőbe Zsomac, vagy lemész a leírásba, ott lesz, hogy Zsomac Twitch. Úgyhogy, link, kövess be. Ha te még nem tetted volna, ez nem szándékosan volt így, ez véletlenül történt, de köszi a követést, és ti is kövessetek be, ha esetleg még nem követtetek volna be, ha nem akartok nem a livestreamekről. Na! Hát nézzük csak! Nézzük csak, mi lesz ebben a mai epizódban. Night Bomber. Okés. Jó. Szép freeze fel. Hát inkább visszafordul és leszedi a tornyot. Nagyon szép. Még egy fizz abban a pillanatban, hogy lerakta az Remi a Betszet. Ezért 2v2-ben van. Ez nagyon durva. Ezt nem tudom, hogy sikerült véghez vinniük amúgy. Mármint, hogy mit csinált az Remi. GG. Ez egy gyönyörű freeze, double freeze volt. Aha. Robin bere. Let's do this. Gold Rush. Ő előre rakta le, most meg hátra fogja, figyeld. Na. Na érdekes, hát igen, ez a jó taktika igazából. Nem, most megint előre fogja, meg hátra fogja rakni. Nem, most normálisan fogja rárakni, nem. Jobbra. Szegény srác, komolyan mondom, mert esküszöm, sajnálom. Pekko mindenkit ők. Na? Targobén minden túlél. Nem bele fog sétani, nem? Adj a lelkés, te haver. Sparkin? Még egy Sparkin? Még egy Sparkin? Dude, igen. Ne! Ez fájt, ez nekem fájt! Bandits, gyerünk bele a dash-sel vajon? Réczbe? Ne, visszahúz és még egy dash! Tuti az lesz. Ja nem! Onnan távolról ütötte! What the hell? Graveyard? Tornádó, Sparky, nem, mit csinál, Sparky, fordulj meg, ott a gyerek, viszont ne! Abban a minutumban össze-vissza fordulni, hát tudja, mit csinál, BOOM! És... gyönyörű volt. Execution nagyon elhitte. Mi? Már el is tett 3 perc. Wow. Hát ez gyors volt.
Ez kemény volt. Na mindegy, akkor nézzük meg a YOLO tornádósat. Jaj, ne, 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 még ne indulj, hát a hékás. Nézzük. Lumberjack Pekka, gyönyörű. Nem tudom, mi volt a Zappot fölötte, de is kérdezzük meg. Egy hit, két hit, jön a Raid Spell, jön a Pekka. Hát igen, túl lassú a Pekka. Hogy közbe klónozta és a... Atya, mekkora 200 IQ! Azt a rohadt! Tehát, hogy abban a pillanatban klónoztam, amikor meghalt, és ugye a klónozás alatt a torony az áttergetett a Pekkára, és addig a klónozott Lumberjack, ugye az 1 HP-s klónozott Lumberjack megölt minden. Wow. Ez ura volt. Megtőzed? Jó. Benne? Balón? 13, 14, mi az az idő? Jó? Még meddig maradt életben? Még mindig él? Jönnek a szkeletonok! Jesus, már 40 másodperc él ez a katona! Ne, 48 másodperc, még nem hagyta túlélni a végén. Az nagyon, az a világ legjobb elektrovizárgya volt, ez biztos. Na, balon versus balon. El fogja tolni. Istenem. Ez mi? Istenem. Na, Darkpinc. Mutasd, mit tudsz. Szia. Jövök. Ez szép volt ez a tornádó. Illuminati. Vizárdok. Voltak, nincsenek. Szegények. Fire Spritz! Fire Spritz! És bomber. Ezzel nem használ senki. Lehet. Oh no. Oh no. De ezek, mennyi az esély ezeknek amúgy? Hogy eltolja az egyik katra a másikat. Eros? Ne! Eltrollkodta az Eros-t. Emiatt fog veszteni. Meme review! Nem, ez nem az a videó. Na, hát ez tipikus, hát mit is ne mondjak, tipikus BM-ezés, de nem értem, hogy miért kell ilyet csinálni, amúgy már mindegy. Akkor nem ez. Nézzük. Mi ez a sok skeleton, érted? De mi van ott, mi történik ottan? Na nézzük. Még több skeleton? Kettődeket az uti. Ajaj, itt baj lesz! Itt baj lesz! Jesus Christ! Oh! Wow, damn! Ki fog nyerni? Kék vagy piros? A piros nagyon úgy néz ki, hogy nem. Nem a kék. Hát ez nem volt túl jólog. Ez biztos, hogy valaki megbeszélte, és ezt négyen megcsináltak, szóval... Na mindegy, azért jó pofa volt. Bowler, Goblin barát. Bele fogja tolni. Rocket. Why are you do this? Istenem. Igen, ezeket látom már jó pár ilyen playt Bowlerrel. Hogy mini ahogy? Az aztán Eros volt. Azt, ami vissza fog menni az Princess miatt. 3000 HP. Segítség!
Később kellett volna. Az egy klónozott, mi? Mi volt az, nem értettem. Mi történt? Nem láttam. És elfogja talán. Istenem, olyan szép volt ez a kenom. Na? Mini Pekka? Nem! Megy! Megy meg a lány! BOOM! Megy! Szép. Jó? Mini Pekka hol az aztán push. Mi volt ez, srácok? Mi volt ez? Lumberjack hog? Maybe a triple! Beaktiváltak Intervert viszont. 10 másodperc, na mi lesz itt? Golem, Dark Goblin, Arrows, Arrows. 6, 5, Sparky. Ujjjj, 4, 3, 2, 1. Ice Spirit! Boy! Azt a... Azt, azért ez nagyon szép volt, az utolsó, és még rájátszik ez csak az egész, hogy ez a replay alapból gyönyörű lett volna, és még az rájátszott, hogy az utolsó pillanatban volt. Hát, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy tetszett ez a kis videócska. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen nyomj a like-ra, és ha még szeretnél ilyet, akkor azt érjük nekem kommentbe. Ha még nem vagy, akkor iratkozz fel a csatornámra, és... Nézd meg a többi videómat, és közsd be Twitch-en, meg ilyenek, tudjátok? De mindegy, minden ott van a leírásban, bármi, ami érdekel, kutya léci, ne ugass, közzépen, szóval találkozunk a legközelebbi videómban. Sziasztok!